Nem erre a hivatásra készültem. A pályámon a 43. évet töltöm, óvodapedagógus vagyok, nemzetiségi óvodapedagógus, de valamikor német földrajztakos tanár akartam lenni. Bonyhádon 1978-ban kezdtem el dolgozni, abban az óvodában, ahol gyakorlós voltam, abban az óvodában, épületben, ahova magam is gyerekként jártam, és 1984-től kezdve folyamatosan vezetői feladatokat láttam el tagóvodai vagy feladatellátási hely szinten. És 1989-ben ugye többet magammal megszereztük a német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget, szakképzettséget, és be is indultak a német nemzetiségi csoportok. Jó magam is nagyon-nagyon sok évig, évtizedig, több évtizedig ilyen csoportban dolgoztam. Nagyon szerettem ezt a munkát. A német nemzetiségi óvodapedagógus mi voltomból adódóan a munkaközösséget vezettem az intézményben, és tagja voltam különböző szakmai csoportoknak. Most is tagja vagyok a Német Énekzenéi Egyesületnek itt a városban. Alkalmam volt figyelemmel kísérni több mint 40 évnek a szakmai változásait. Mindig új és új feladatok álltak előttünk. Nekem nagyon nagy szerencsém van, vagy azt mondom, hogy inkább, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy sok segítő, jól képzett kolléga vesz körül, akik emberileg és szakmailag is támogatnak, hiszen enélkül vezetni nem lehet, mert igazából ugye a lényeg az most már a vezetői munka az én életemben. 2013 óta vezetem ezt az intézményt, a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvodát. Én a vezetést alapvetően szolgálatnak tekintem, mint ahogy ugye a köznevelés is közszolgálat, hiszen a közt szolgáljuk. Én úgy gondolom, hogy a vezetőnek is ki kell szolgálnia az intézményt, azon túl, hogy nyilvánvalóan vezet is. Amikor közölték velem, akkor eszembe jutott nagyon sok ember, akinek én sokat köszönhetek, akár a szakmán belül, akár egyéb vonatkozásban, és eszembe jutott, hogy igazából milyen sokan érdemesek hasonló kitüntetésre. Végezetül azt tudom csak mondani, hogy nagyon-nagyon nagy dolog az, hogy az ember hosszú évtizedeket dolgozhat egy szakma területen,